Horváth Péter és Csáki Rihárd érkeztek a dobogóra, ahogy említettem, a hármas kategóriát képviselik. Ha maradtatok a hármas kategóriánál, nem R5-ös az autó, nem R4-es az autó. Mi a terv? Hiszen azért a tavalyi esztetőben úgy gondolom, hogy talán nagyobb csata volt a hármas képosztályban, mint bárhol máshol. Igen, ez valóban így van. A végére már kicsit eltöltött, az elején az első három versenyben azért tudtam elé, és utána volt technikai problémánk is, hogy hibáztam egyet én is, úgyhogy a végelszámolásban azért annyira jól nem szerepeltünk. Ezt az autót azért felkészítettük most az évadra teljesen, visszahoztuk, amennyire csak bírtuk, mint hogyha azt mondom, egy új autó is lenne. Hosszát Péter, Csáki Ricsi és a Mitsubishi Lancero 9 a 3-as gépkosztályból. 25-ös.
Jani mögött, úgyhogy Osváth Petiék is serleggel térhetnek haza majd Egerből. Peti, csak egy gyors kérdés, Ágiékat elvertétek, kapsz vagy sorát? Talán, abszolútban nem, csak esetleg jobb eredményt értünk el a mi kategóriánkban, mint ők. De jól alakult akkor minden? Hát idáig úgy tűnik, igen. Köszönöm szépen, gratulálunk! És hogy mennyire erős volt ez a 11. Eger Rally, az látszik, hogy még mindig